A hétvégén sokan kilátogatnak a temetőkbe, hogy milyen sírcsokrokat, koszorúkat vigyünk szeretteink sírjára, ebben is segítségünkre van Szabó Melinda virágkötő. Kezi csókolom, üdvözlöm itt a stúdióban. Hát nagyon szépen tele lett ez az asztal, ilyen, ezek koszorúk, ha jól tudom, és, vagy nagyjából koszorúk. Nagyjából koszorúk, igen. Nagyon buta lesz, talán egy kicsit kegyeletsértő is a kérdés. Van itt is divat? Hogy melyik évnek éppen mi az a színvilága, vagy éppen hogyan emlékezzünk szeretteinkre? Hát nem csak, hogy divat van, hanem szerintem mindenkinek van egy saját stílusa is, tehát egy egyedi stílusa. A virágkötők szerintem azt próbálják belevinni a kegyeleti készítményeknél is a munkáikba. De valamilyen szinten divat is van. Az én nagyon-nagyon szeretett stílusom ez a természetes, csipkés, kicsit retro. Igen, hát a természetnek a dolgai vannak benne alapvetően, de ha jól látom, itt az erdő domine, tehát vagy legalábbis a fák mindenféleképpen toboz. Az igen. Alapja ennek a koszorúnak, ami itt van középen az asztalon. Igen, hát ennek az alapja egy doboz. Aha, megpróbáljuk mutatni a kamera felé. Utána középen van egy moha koszorú, tehát az a kettő össze van dolgozva, és ez van megdíszítve igazából teljesen a természetnek a színeivel, nagyon természetes dolgokkal. Ő micsoda itt ez az ő? A császárfának a termése, aha. És ezzel szerettem volna kis zöldet is belevinni. Ez valami fából kifaragott, ezek a kis pici? Igen, ezeket úgy lehet vásárolni. Ezt gyűjtöttem, van benne ugye mak. Ez van ilyen kis bogyó, ez mi ezek? Ez is meg van, valahogy le van fújva, ugye? Van? Ez egy hungarocel kis de bolyó, érdekes. De nem lehet észrevenni. Nem lehet észrevenni, hogy ez nem igazi. És akkor én ezzel a virággal szeretek nagyon dolgozni, ez is ilyen természetes színben is, anyagában is. És benne közében egy kis fa kereszt. Igen, csak és a van egy kis kereszt, most szerintem egy pár éve bejött divatba, hogy keresztet is helyezünk el rajtuk, és az én védjegyem már majdnem azt mondom a csipke, mert én majd mindenre csipkét teszek, nagyon szeretem a csipkét. Tehát benne van egy textilanyag is ebben az egészben. Igen, de jó, az még egy kicsit úgy megbolondítja, vagy legalábbis érdekesebbé teszi. Igen, nyugodtan tegyük le, nem lesz ott semmi baja. Mi van még? Miket hozott? Itt például ez a kis asztalra való üveglapon. Igazából egy kis tál, ezt is a sírra készítettem. Kövi rózsa, azt is nagyon-nagyon szeretem. Van benne egy hosszú fehér gyertya, kis csipkével átkötve. És egy imádkozó kis angyalka. Igen, egy kis angyalka. Tehát ez is egy pár éve megjelent, mint divat, hogy angyalka is. Aha, hogy figurát is alkalmazunk. És ez valami rózsamotívum, ugye? Igen, az papírból, is egy ilyen papírszerű rózsa, igen. De szép. Tényleg kifejezetten szép. Ott van egy elfekvő, az maga... Ja, kereszt. Aha, most ez látom. Meg egy kereszt alap. Ezt is úgy készítettük, és mohával leborítottuk, és ez egy icipici színt már kapott, ez egy kicsit rózsaszínes a krémszínnel meg a barnával, de nagyon finoman van itt is a szín belevíve ebbe a kis kereszt. Gyönyörű dolgok ezek. Hol lehet ezeket megrendelni önöknél? Online? Vagy hogyan? Igen, van egy Facebook oldalunk, meg van egy weboldalunk is, Virág Kaposvár. Na nézzünk tovább, akkor fölállok én is, mert itt van egy szív alakú, de érdekes a szeretet. Ez meg egy szőlővesző alapra készült kis alkotás. Itt több kövi rózsa jelenik meg benne. Ugyanaz a kis rózsácska, csak más színben, tehát itt csak krém színben, és egy ilyen fekvő angyalkával zártam be. Ez egy tilleanzia, ez egy élő növény, de ez egy szárított, festett formája. És akkor ezt is el tudjuk helyezni úgy a síron, akár állítva, akár fektetve. És akkor van egy kis koszorú. Amit még hoztam, ez Mécsessel. Egy hagyományos koszorú ugyan, de itt meg teljes mértékben a most éppen aktuális termések dominálnak. Csipkebogyó. Tehát a csipkebogyó, díszalma, itt is a kövi rózsa, itt is a császárfának megjelenik ez a kis zöld termése,
és ezen van egy mécses is, tehát ezt ugye meg is tudjuk gyújtani, és biztonságban van a koszorunk is ez. Nagyon szép dolgok, nagyon jó dolgok, és ha jól tudom, az egyetlen online virágkereskedés az önöké. Hát legalábbis, tudomásunk szerint, akik csak online működnek, szerintem talán az egyetlen Kaposváron. Uh-huh. Ha valaki virágot visz, a krizantén általában a sláger, ugye? Igen. A mai napig. Igen, azért az megmaradt. És miket ajánl még? Mi az, ami igazán szép? Hát igazából a krizantémot azért viszik, mert hogy egy nagyon tartós virág, akár a pici apró fejű csoprokban megtalálható krizantém is, meg a nagyfejű krizantém is. Bár ugye, ha ilyen jó idő van, akkor azért nagyon sokáig szépek maradnak, ha ugye nem fagynak el. Koszorú legyen, virág legyen, csokor legyen, hogyan, mit vigyünk ilyenkor, mit ajánl? Hát attól is függ, hogy hova visszük. Tehát, hogyha egy kis urnára visszük, akkor oda természetesen valami kisebb készítmény, általában az koszorú, ami elfér. Ha egy nagyobb sírunk van, akkor arra szoktunk készíteni egy ilyen hosszabb, oázisba megtűzött, élővirágos vagy szárazzal befejezett fenyő alapra tűzött ilyen sírcsokorszerűt is. De nagyon sokan szeretik a száraz koszorúkat is, mert azok körülbelül karácsonyig szépek, kitartanak. És a mécseseket hogyan helyezi el? Most egyféleképpen ezt tetszett mutatni ebben a... De hogyan van ez ide belerögzítve? Mivel? Hát az először is van ez a tillandzia, amit mondtam, hogy végigfutott a koszorún, az alá van ragasztva, és akkor ragasztópisztoly, forró ragasztópisztollyal, tehát 100 wattos ragasztópisztollyal van rá. Nagyon jó, mert ragasztva. Ugye a szél állandóan ez problémát okoz, tehát azt mindenképpen le kell rögzíteni oda a sírra. Ha lehet ilyet mondani, hogy az ön számára, hogyha ugye az a szép, hogyha nincsen ez túl cicomázva mindenféle virágokkal, ugye, hogyha van egy ilyen szolíd, szelíd, de mégis ünnepélyessé tevő látványa egy sírnak, ugye, hogyha amivel tényleg a... Mondja, hogy hát ugye, igen, ugye, én pont ezért szeretem ezeket a természetes dolgokat, mert számomra ezek a letisztult formák, színek azért mégiscsak ünnepélyesebb hangulatot árasztanak, mint azok a nagyon kirívó... Igen, szóval kell egyfajta diszkrét visszafogottság ebben az egészben, mint ahogy egyébként is maga az emlékezés, meg azért a gyászunk, meg ahogy abban is azért magunkra vagyunk a szerettünkkel, és tehát nem egy hivalkodás, nem egy kifelé mutatott, bár gyönyörű, egészen gyönyörű tényleg ilyenkor a temető, és egészen felemelő, ahogy égnek éjszaka, vagy este felé a mécsesek, tényleg egészen ünnepélyes látvány nyújt, de természetesen, hogy az ember sétál a sírok között, azért észrevesz, hogy vannak kedvencei idézőjelben, hogy ez milyen szép, lám ez milyen gyönyörű. Így van ezzel gondolom ön is. Hát mivel maga a sírok is többnyire ezeket a színvilágokat tükrözik, tehát fehéresek, krémszínűek, esetleg fekete, tehát mégis egy narancs, bordó keverve nem biztos, hogy olyan összhatást mutat, mint ami nekem tetszik. Így van. És azt gondolom, hogy ez is például milyen szép, hogy le van fújva a toboz, tehát nincsen meghagyva eredeti toboz színében, mert egyébként akkor tulajdonképpen szerintem talán egy kicsit túl mély barna lenne az egész, és nem lenne így kiemelkedve, hanem a tél közeletét jelezve meg egész egyszerűen kicsit azt az ünnepélyességet le van fújva fehérre, ugye? Ez nem véletlen. Igen, igen, igen. Azért választottam ezt az alapot pont hozzá, hogy visszaadja a csipkének, a virágnak, tehát ezeknek a fehér diszeknek a színét, tehát mindenképpen térjen vissza a színvilág. Uh-huh. Jól tudom, önnek van civil foglalkozása is emellett. Igen. Hogy jut erre idő ezekre a szép dolgokra mind? Hát éjszaka, délutánonként. A férjem segítségével nagyon-nagyon sokat segít. Az szuper dolog, hogyha egy férjét be lehet fogni egy ilyen jellegű munkára. Igen. És hát... ki az ötlet gazda?
Hát most már ő is ötletelget, úgyhogy sokszor kérem a véleményét, sokszor beszéljük át, útközben mutatom, hogy szerinted jó lesz-e így. A technikai dolgokat, azokat mindig ő találja ki, mindig ő vitelezi ki, tehát hogy most az a két koszorú alap, hogy ér össze, hogy nem esik szét az a kereszt, hogy marad meg benne, tehát azt mindig ő csinálja, ő vágta ki a keresztet is, ő mohászta le, tehát... De jó, hát ugye, keresd a férfit, most itt ez a kicsit visszafordul, ez a serslafám, keresd itt a férfit, úgyhogy nagyon-nagyon szép dolgokat csinálnak, nagyon-nagyon-nagyon tetszik, és hát annyit tudok csak mondani, halottak napjára speciális záródnak, vagy pedig az év teljes különböző jelen, tehát mindenféle rendezvényre? Mindenféle rendezvényre lehet nálunk virágcsokrokat rendelni, koszorukat rendelni, tehát mindenféle esküvőket. Szuper. Nagyon készítünk. Levilincserő és gyönyörű munkák ezek. További sok szép feladatot, és hát ilyen jellegű munkákat, meg hát a más ünnepekre is szép díszítéseket kívánok önöknek. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtam a meghívást. Én is köszönöm a meghívást. Köszönöm.